A Farnady Estendon együttes és a fellépők között volt a Dunaszerdahelyen 5. alkalommal megvalósuló rendezvényen. Az, hogy kik szórakoztatják a közönséget a köztudatba egyre jobban bekerülő fesztiválon, különféle szempontok alapján dől el. Van úgy, hogy épp valahol találkozunk egy fesztiválon, és akkor megszólítom őket, hogy ez nagyon jó, nagyon tetszik, mit szólnának hozzá, hogyha nálunk Dunaszerdahelyen is föllépnének. Illetve van olyan is, aki például épp a diákom, és nagyon büszke vagyok rá, Varga Rebekáról van szó most konkrétan. Igazából nem muszáj, hogy helyi legyen. A lényeg az végül is, hogy Szlovákiában élő, magyarul alkotó zenekarok és művészeknek adjunk teret. Kovács Koppány tavaly megjelent szólóalbumát mutatta be. A nagy koncert szép számú érdeklődőt vonzott. A színpadon ismert felvidéki zenészek voltak a társai. Az, hogy magyarul énekel, számára természetes dolog. Magyarul énekelünk, ez egy nagyon fontos dolog, nem csak, tehát remélem, hogy egyre több előadónak. Számomra egy alapvető dolog az, hogy én magyarul, én más nyelven nem tudom kifejezni magamat. Próbálkoztam már angolul énekelni, nem megy nekem. Tehát nekem ez a Jóisten ezt adta, hogy magyarul énekelhessek, magyarul írjam a szövegeket, magyar dalokat írjak, úgyhogy én ezt továbbra is, amíg élek, ezt fogom folytatni.